polgármester úr szombatra vártuk a tetőzést, de úgy tűnik, arról szólnak a hírek, hogy vasárnapra érkezik meg igazándiból az árhullám. Sikerült-e mindent elvégezni a védekezés szempontjából, ami szükséges? Én úgy gondolom, hogy igen. Hát időbe álltunk neki. Ugye kedden meghozattuk az anyagokat, szerdán egy nagy csoporttal sikerült ugye a homokzsákokat megtölteni, kétszer is volt ugye körülbelül majdnem 100 köbméternyi homokot használtunk föl, ezek most zsákban vannak, illetve hát a vízügyi szakemberek által kimért magasságot, amit várunk tetőzésre itt Dunán, arra kiépítettük a védvonalat, hát nem egy magas, hál' Istennek elég magassal van ercs, így nem kellett nagyon magas gátakat építenünk, és hát bizakodunk abban, hogy nem fogja elérni a tetőzéskor a vízszint, de azért a biztonság kedvére ezeket a zsákokat kihelyeztük, és akkor így elkészült szerintem a védvonal. Még egy kis igazítások lesznek a mai nap folyamán, de már tulajdonképpen szerdán az a fővonal elkészült mindenütt. Tartós lesz a magas vízszint, kérdés, hogy lezárják-e a rakpartot? A rakpartot úgy gondoltuk, hogy lezárjuk mai nappal, pénteken, és hát itt akkor megkérem én is itt a városlakókat, meg bárkit, aki erre jön, hogy autóval lehetőség szerint ne közlekedjen már, vagy ne is akarjon erre. Teszünk fizikai akadályt is homokzsákokkal, meg hát a szallagot is kitesszük, illetve a polgárőreink vigyázzák, hogy tényleg ne jöjjenek be az emberek feleslegesen, de hát éjszaka nem lesz élő erővel védelem, de hát azért bízunk az embereknek a jó felfogó képességében, hogy nem jönnek le a Dunába, sötétbe. Több mint valószínűleg akkor a világítást is ki fogjuk kapcsolni már, ha kijön a Duna a parki részekre, nehogy valami elektromos zárlat és egyéb más gond is legyen. Ausztriában havazás is volt, kérdés, hogy ez a hóolvadás mennyit fog jelenteni a mi víz szintünkben, de hát az szépen lassan fog lejönni, tehát lehet, hogy egy elhúzódó áradásról van szó most is, mint ahogy nyáron is volt már. Általában az emberélet, illetve a vagyontárgyaknak a megőrzéséről, megvédéséről szoktunk beszélni, de éppen tegnap tudtunk felvenni olyan képeket, hogy átbukik az úton a töltésen a víz, tehát az erdős részeket is elárasztja, és hát gondolom nagyon sok állat menekül most is, előzőleg is így volt a 2013-as árvíznél. Hát ez így van, tehát mondjuk a mi erdeinkben is hál' Istennek vannak vadak, sok ősz, vaddisznóról is hallottam, és hát lehet, hogy még más vadak is, róka. Gondolom, hogy azért ők nem a vízi életmódhoz szoktak, ezért ők keresnek majd egy olyan helyet a közeli szántásokba, vetésekbe, ahova el fognak húzódni, meg hát vannak még olyan szárazföldi részek, ahol ezekre a csalitokra föl tudnak menni. Nem lesz olyan magas a víz, mint ami volt 2013-ban, hogy eddig úgy készültünk, hogy egy 40 centivel alacsonyabb lesz, most már azt halljuk, hogy lehet, hogy 50 centivel lesz alacsonyabb, mint amit mi tetőzésként mértünk ki Tercsiben is. Akkor június 10-én, ha jól emlékszem vissza, 7 méter 56 centi volt a csúcs, hát ebből leszámítva a 40-et vagy az 50-et, az most azt jelenti, hogy 7 méter 6 vagy 7 méter 16 centi lesz várhatóan a tetőzés. Hát bizakodunk benne, hogy ez a számítás vagy ez a találgatás az nem fog téves lenni, hanem valós lesz. Az állatok pedig hát azt mondom, hogy reméljük, hogy ezeken a csalitokon meg tudnak maradni, nem kell külön még plusz arra is odafigyelni. Tegnap is volt egy védekedés, csinálták a katasztrófa védelem emberei, ugye a HAL Kft-nek van egy ilyen hal fialtatója, Szilágyi Ákoséknál is ott segít kéreztek, azért, hogy a halak el ne menjenek, tehát ott bekerítették egy kerítéssel, hogy ha a víz be is megy, de a halak azért ott maradjanak a telepen. Ezt köszönöm nekik is, hogy ezt ebben segítőkészek voltak. A védekezéshez mérhető munkálat lesz majd a kárelhárítás, illetve a rendrakás, hát ez vélhetőleg majd a hónap végén történik meg. Szeptember 17-én ugye elrendeltem a harmadfokú védelmi ügyeket azért, hogy hát majd a Viszmajorba elszámolhassa az önkormányzat, és annak a intézkedési feladatait is megfogalmaztam, hogy mikor, mire kell figyelni, miket kell védenünk, azok vannak megfogalmazva benne, és az utolsó két pontjában tipikusan az árhullám levonulása után a tisztítás, a területnek a lemosása, az itt lévő tárgyi eszközöknek, padoknak, szemeteseknek a fertőtlenítése, ezek benne vannak ebben a leíratban. Hát gondolom ez el fog húzódni a jövő hónapra már, mert ezt nem hiszem, hogy ebben az időszakban meg tudjuk oldani.
Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és engedjük is, mert itt a szokásos napi szemrevételezés történik, ezt végzi most. Igen, hát még itt van egy-két ilyen kisebb grátépítés, ami a biztonság érdekében van. Szerintem nem biztos, hogy szükség lesz rá itt a vízállások ismeretében, de azért biztos, ami biztos, hát az a pár darab homokzsák, amit már eleve fölmertünk szerdán, hát most kihelyezésre kerül, hogyha ne talántán mégis szükség lenne, akkor kelljen kapkodni az utolsó pillanatban éjszaka, vagy pedig késő este, mondjuk szombaton.